Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szabó Lajos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is. Hol van a meghívást. Kibervédelmi Intézet a kiberfenyegetés elleni állami rendszerben? Egy kicsit a időben hátra mennék, és onnan kezdeném, hogy 2013-tól kezdeném. Gyakorlatilag 2013 volt az az év, amikor a központosított kibervédelmi szervezetrendszer létrejött, és hát ez egy 10 éves évfordulója tulajdonképpen az NKI jogelődjének, közvetlenül jogelődjének, a GovCert-nek. Ez volt az állami eseménykezelő központ. És hát a 2013-as évben született meg Magyarország kiberbiztonsági stratégiája is, illetve az IBTV, Magyarország Információbiztonsági Törvény, ez a 2013/50-es törvény, amely hát lefektette az alapjait az állami adatvagyon. Az állami az azt jelenti, hogy a központi közigazgatási szereplők rendszerei, tehát hogy az ezzel kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások, illetve az önkormányzati rendszerek, és hát továbbá a kritikus infrastruktúrák vagy létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek az adatvagyonának a védelmét célozta meg, illetve hát azt célozta meg, hogy ezeknek a kiberbiztonságát erősítsék. Az önkormányzatnak az állam az világos, a kritikus infrastruktúra, áram, gáz, atomerőmű, vezetékrendszerek, hálózatok? Ilyenek, igen. Tehát erre is vannak törvények, jogszabályok, kormányrendeletek, amelyek meghatározzák azt, hogy mi tekinthető Magyarországon kritikus infrastruktúrának. És hát ugye, tehát a 2013-as évben ugye létrejött a kormányzati eseménykezelő központ, és aztán utána a következő időben a következő lépcső az a 2015-ös év volt. A 2015-ös évben született két rendelet, az egyik a 187-es, a másik a 41-es kormányrendelet és miniszteri rendelet, és ezek a rendeletek tulajdonképpen megalapozták a hatóságnak a működését, a kiberbiztonsági hatóságnak a működését, és ezzel a kiberbiztonsági hatósággal, az eseménykezelő vagy incidenskezelő központtal, és még a sérülékenység vizsgálati tevékenységgel, ezzel az IBTV-ben definiált egyébként három alaptevékenységgel 2015 október 1-e óta hívjuk NKI-nak, Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek az intézetet. De hát azóta már elég sok víz lefolyt a Dunán, és hát elég sok egyéb tevékenység is hozzácsapódott a Kibervédelmi Intézet tevékenységéhez. Tehát a Kibervédelmi Intézet az egy jogszabályok által meghatározott, de operatív tevékenységet végző szervezet? Igen ez egy kimondottan operatív szerv. Hát ezen felül egyébként a Magyarország kibervédelmében vannak stratégiai jellegű szervezetek is, tehát az egyik ilyen a Nemzeti Kiberkoordinációs Tanács, amely az IBTV-ben szereplő állami szervezeteknek a képviselőiből áll, és hát ez elsősorban egy olyan együttműködési felület, amelyben ezek a kormányzati szereplők egymással egyeztetnek kibervédelmi témákban, és adott esetben mondjuk jogszabály előkészítés is folyik, és van még egy fórum is, a fórum pedig arra szolgál, hogy becsatolja a piaci szereplőknek a véleményét is ebbe. De visszatérve még kicsit az NKI-ra, az NKI-nak a működése, ugye három alaptevékenységét már említettem, picit kifejteném egyébként, az incidenskezelés, hát mit tekintünk egyébként incidenskezelésnek, mert egyébként alapvetően az elektronikus, tehát az állami közigazgatási szervek, meg önkormányzati szervek, elektronikus információs rendszereinek a biztonsága, a kiberbiztonsága, az alapvetően a rendszereket üzemeltető szervezeteknek a feladata. Az NKI segíti ezt a tevékenységet. De látja a tevékenységet? Hát olyan tekintetben igen, hogy a hatóság, tehát a hatósági szakterülete az NKI-nak, a hatóság felel azért, hogy nyilvántartásba vegye azokat, szintén az IBTV és a vonatkozó kormányrendeletek szerint, hogy milyen védelmi kontrollok, milyen adminisztratív biztonsági intézkedések vannak az adott szervezetnél. Tehát, hogy van-e mondjuk kijelölt informatikai biztonsági felelőse, vagy van-e mondjuk mentése az adott szervezetnek, vagy megfelelő-e a jogosultság kezelése. Tehát van egy csomó ilyen paraméter, a 41-es kormányrendelet egyébként ezt
egészen jó szabályozva, vagy biztonsági osztályban van-e sorolva. És akkor a hatóság az ellenőrzések során, tehát ezeket a szereplőket ellenőrzi, ellenőrizheti, megállapítja, hogy megfelel-e a törvényi szabályozásnak. Tehát gyakorlatilag egy auditot végez. Van incidens kezelési rendszere, abban van minden naplózva, szabály szerint van naplózva, meghatározott intézkedéseket megtettek, akkor rendben van. Igen, ha meg nincs rendben, akkor pedig ajánlásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy ezen kellene adott esetben változtatni és javítani. Én úgy szoktam fogalmazni egyébként, hogy az NKI a kibervédelmi életciklusnak, a kibervédelmi portfóliónak a teljes egészét lefedi. Tehát a megelőzéstől kezdve egészen, amikor már bekövetkezett egy biztonsági esemény, mit nevezünk biztonsági eseménynek egyébként? Mindent, ami nem a normális működésnek megfelelő, hát, nem? Van ennek egy tankönyvi definíciója, de egyébként szerintem az egészen jól lefedi azt, hogy mit tekintünk. Az IBTV szerint biztonsági eseménynek egyébként meg incidensnek is szokták nevezni szakmai körökben. Van egy úgynevezett CIA-elv, ami nem az amerikai kémszervezethez kapcsolódó, hanem az angol rövidítésből származik. Ez a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás. Tehát ez a hármas alkotja, hogyha ezek közül bármelyik sérül, akkor az tekinthető tulajdonképpen biztonsági incidensnek. És hát az NKI-n belül a nemzeti, tehát régen a GovCert-nek hívták, most a nemzeti CSIRT, ez a Computer Security, Cyber Security Incident Response Team-nek a angol betűszónak, tehát angol rövidítésből származik. Amikor bekövetkezik egy ilyen esemény, akkor az be kell jelenteniük az ügyfeleknek, az NKI nemzeti CSIRT-jének. Hát vannak bejelentési felületek, ahol ezt bejelentik. Milyen gyorsan? Számít az idő, gondolom. Számít az idő, a legjobb, a saját érdekükben az a legjobb, hogyha azonnal bejelentik ezt. Nagyon sok bejelentés érkezik, egyébként ezt így érdekességként elmondom, hogy nem minden bejelentés biztonsági incidens. Tehát most például, hogyha valaki elfejtette a jelszavát, akkor az nem egy biztonsági incidens. Nem attól függ, hogy ki felejtette el a jelszavát, hogyha mondjuk a rendszergazda felejti el a jelszavát, abból elég hamar biztonsági incidens kezdődik. Akkor lehet belőle biztonsági incidens, de alapvetően vannak olyan bejelentések, a bejelentések nagy többsége olyan, hogy nem biztonsági incidenshez kapcsolódik. Kb. 10%-a egyébként a bejelentéseknek kapcsolódik biztonsági incidenshez. És akkor ezen kívül, ez már ugye, amikor már megtörtént a biztonsági incidens, de hát vannak olyan tevékenységei is az NKI-nak, amik még mindig a megelőzés szolgálják, az egyik például a sérülékenységvizsgálati szolgáltatás. A sérülékenységvizsgálat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különféle az ügyfélkörben és a sérülékenységvizsgálat ügyfélkörében az állami szervezetek, illetve bizonyos nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezetek tartoznak. Ebben az ügyfélkörben megvizsgálják a kollégák etikus hacker csapattal azt, hogy az adott szolgáltatások, az adott szoftverek mondjuk milyen biztonság, mennyire biztonságosak, és vannak-e rajtuk olyan biztonsági rések, amik adott esetben kihasználhatók lehetnek. Ebből készül egy riport, egy nagyon részletes riport, ezt a riportot megkapja az ügyfél, és akkor az ügyfél ajánlásokat is kap azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt kijavítani. Az időtényezőre még szeretnék visszatérni, amikor valakinél van egy incidens, akkor mi a helyes eljárás? Megpróbálja maga elhárítani, hát ha nem derül ki, ilyenre is van példa, és akkor súlyosbodik a helyzet, vagy azonnal jelenteni, és ezzel tulajdonképpen elismerni azt, hogy itt baj van, de akkor kaphat segítséget. Mi az eljárás? Hát a legjobb természetesen azonnal jelenteni, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy ellenintézkedéseket is tenni. Tehát egyébként a rendszereknek az üzemeltetői, ezek a saját maguk is tudnak, hát sőt, leginkább ők tudnak ezzel kapcsolatban ellenintézkedéseket tenni, de hogyha bejelentik, és az NKI ügyfelekre gondolok, hogyha bejelentik ezt a kibervédelmi intézetnek, akkor az incidens kezelő részlegünk további információkat kér be, kommunikál az érintettel, elmondja, hogy mit lehet tenni, mit nem szabad tenni, és bekér további naplóállományokat, logokat, és van még ezen kívül egy szorosan ehhez kapcsolódó biztonsági elemző szakterületünk, és a biztonsági elemző szakterületünk az, hogyha mintákat kap, mondjuk egy káros tevékenységből, egy káros kódból adott esetben, akkor ezt kielemzi ezeket a mintákat. Milyen gyorsan tudnak dolgozni? Azért ez egy elég nagy szellemi munka kielemezni a mintákat. Ez egy mély szakmai tevékenység, és egy elég részletes szakmai tevékenység. Attól függ.
Tehát ez függ attól, hogy milyen típusú biztonsági esemény történt. Tehát, hogyha valaki egy kéretlen levelet kapott valahonnan, azt megállapítani, hogy ez honnan érkezett, van ide a feladó, ilyesmi, ezeket viszonylag egyszerűen meg lehet állapítani. Hogyha egy komplexebb biztonsági esemény történt, ahol mondjuk egy káros kódot kell elemzés alá vetni azért, hogy megtudjuk azt, hogy hogyan működik ez a káros kód, és egy adott esetben hogyan lehet annak a tovább terjedését megakadályozni, ez elég sokáig is eltarthat. Tehát ez attól függ, hogy éppen milyen típusú esemény történt. Állami önkormányzati szervezetek, kritikus infrastruktúrák tartoznak a tevékenységük látókörükbe? Igen, de az állami és önkormányzati szerveknél ott sérülékenységvizsgálatot is végez. Egyébként a rendszereik tekintetében az NKI. Kritikus infrastruktúráknál ott hatósági tevékenységet, tehát hatósági ellenőrzést, és egyébként incidens kezelési, vagy incidens bejelentés és incidens kezelési tevékenységet is végez. És hát ezen kívül egyébként vannak speciális rendszereink. Tehát van egy úgynevezett early warning system, egy korai előrejelző rendszer, amely a különféle támadásokat próbál megjósolni különféle hálózati mintázatok alapján, meg van egy honeypot nevezetű, mézesbödön nevezetű rendszerünk, amely hát különféle kormányzati hálózatokban elhelyezett szondákkal begyűjti azokat az adatokat, imitál gyakorlatilag sérülékeny rendszereket, odavonza a támadókat, és akkor ez alapján próbálják a kollégák, a kiberfelderítési szakterület azt megállapítani, hogy van-e valamilyen támadási kampány folyamatban. És hát ezen kívül még nagyon széles körű tudatosítást is végez az NKI, kiberversenyeket szervez, kiberbiztonsági gyakorlatokat szervez a különféle iparági szereplőknek adott esetben, vagy a különféle ágazatoknak, és hát publikálunk sérülékenységeket, publikálunk olyanokat, amelyek relevánsak lehetnek az ügyfélkörünkben, vagy egyébként a nagy közönség számára is relevánsak lehetnek, riasztásokat ad ki, a közösségi média csatornákon keresztül is publikál riasztásokat. Podcast sorozatunk van, a kibertámadás podcast sorozatunk is nagyon népszerű szokott lenni, szóval egy nagyon széles körű tudatosítást végez. Ez nagyon fontos egyébként, tehát a tudatosítás azért fontos, mert egyébként a kiberbiztonság az nem csak abból áll, hogy az ember megvesz egy adott valamilyen határvédelmi vagy végpontvédelmi eszközt, hanem abból is áll, hogy képezzük kicsit a végfelhasználókat is arra, hogy biztonságtudatosak legyenek. Olyan piaci szereplők, mint például a Telekom szolgáltatók, vagy a pénzintézetek, ezek az intézet látókörében vannak? Elég sokszor látjuk, hogy ezeket felhasználva álloldalakról jönnek csaló intézményi üzenetek. Természetesen. Ez az adathalászat egyébként egy, hát én azt gondolom, hogy a 21. századnak a leginkább elterjedtebb csalási formája, és azért tovább megyek, az adathalászat tulajdonképpen a leghatékonyabb és legelterjedtebb kiberfegyver. Tehát az adathalászatot olyan nagyon sokféle módszerrel és nagyon sokféle célra is tudják használni. Van az első és legfontosabb motiváció egyébként amögött, hogy valaki ilyen típusú valamilyen szolgáltatót megszemélyesítő üzenetet küld, hogy az adatainkat megadjuk, az a pénzszerzés. De tehát akkor kerülni az eredeti szolgáltató rendszerébe? Inkább az a felhasználó, tehát a végfelhasználó adataihoz szeretne hozzáférni, és hát a legtipikusabb az, amikor a bankkártya adatainkra kíváncsiak, és akkor azért kíváncsiak, hogy leemeljék a pénzünket. De azzal be akar jutni a bankomba. Be akar jutni, mert odaadjuk az adatainkat, és akkor megszemélyesít bennünket, és bejut a bankhoz, vagy egyébként bármilyen másik közműszolgáltatóhoz. Azért még azt is kiemelni egyébként, hogy nem csak ilyen közvetett cél, vagy közvetlen célból, hogy közvetlen pénzszerzési célból használnak egyébként adathalászati technikákat, hanem olyan céllal is, hogy valamilyen komplex kibertámadás, adott esetben egy nagyon, nagyon komplex APT tevékenység, vagy tényleg egy olyan kém tevékenységhez is
a tipikusan a kezdeti vektor, tehát az első lépés, az egy adathalász e-mail. Mi az az APT tevékenység? Az APT tevékenység az egy olyan komplex támadási forma, amit alapvetően államilag támogatott csoportok szoktak végrehajtani. Tehát ezek általában a legkomplexebb olyan kémprogramokkal operáló műveletek, de ezekhez is kell általában egy kezdeti lépés, és a kezdeti lépés az, hogy az illető valaki, valamilyen végfelhasználó kap egy olyan üzenetet, e-mailt, SMS-t, akármit, amin keresztül elirányítják egy olyan weboldalra, ami megszemélyesít valamilyen szolgáltatónak, valamilyen cégnek a brandjét, a weboldalát, és ezen keresztül utána az illető önként megadja sajnos a csalónak azokat az adatait, belépési adatokat, felhasználó elket, jelszavakat, bankszámla adatokat, bankkártya adatokat. Hogyan lehet ellene védekezni? Az utóbbi időkben ezek az áll oldalak emberi szemmel alig felfedezhetően különböznek az eredeti oldaltól. Valóban. Tényleg alig különböznek, és hát évekkel ezelőtt is voltak már, tehát ez nem egy új keletű technológia. Tehát ez a phishing, a angol nyelven phishingnek hívjuk ezt az adathalászati technológiát, ez a password phishing, tehát a jelszó halászatból eredő fogalom, ez már a 90-es évek közepén egy spammer alkotta meg, amikor az internet még azért nem ilyen volt, mint most, tehát hogy nem voltak még ilyen digitális banki szolgáltatások például. És hát pár évvel ezelőtt, amikor az adathalászatra figyelmeztettük a felhasználókat, akkor általában azt az üzenetet közvetítettük, hogy mindenki figyelje mondjuk adott esetben az e-mailt, hogy kellően jó magyarsággal van-e megírva. Rég túl vagyunk rajta. Tökéletes magyarsággal van megírva. Azért mindig, tehát ezeknél az adathalász e-maileknél, hát nem mindig, de általában kapunk egy linket. És azon a linken keresztül, tehát ott mondjuk az van, hogy nem tudom, mondjuk a számlatartozásom van, és azonnal fizessen be egy adott mondjuk streaming szolgáltatónál a számlatartozásomat, különben lekapcsolják a szolgáltatásomat. És rá kell kattintani arra a linkre, és akkor feljön egy olyan weboldal, ami tökéletesen megegyezik. Egyébként szinte megkülönböztetetlen az adott streaming szolgáltatótól. Igen, de mondjuk az URL, tehát a weboldalnak a címe, abban van valami kis trükk általában. Tehát, hogy jó, de hát az ember a szolgáltató weboldalának az URL-jét nem nézi a legtöbb esetben, érdemes nézni. Ez az egyik. A másik, hogy hát ezek az üzenetek valamilyen módon, valamilyen pszichológiai manipulációs technikát követnek. Siess. Utolsó alkalom. Sürgetnek. Utolsó alkalom. Most azonnal tedd meg, különben nagyon nagy baj lehet belőle. És hát egyébként tipikus például, hogy vagy nem csak ez, tehát a pszichológiai manipulációnak az a lényege, hogy az emberi érzelmek lehat. Félelem, öröm, kíváncsiság, ezek mind olyan érzelmek, amiket ilyenkor megmozgat a csaló gyakorlatilag. És érdemes, amikor egy ilyen üzenetet kapunk, hogy most azonnal tegyünk valamit, akkor érdemes egy lépést hátralépni, és megpróbálni az érzelmeket kivonni belőle, és átgondolni, hogy valóban nekem van-e egyáltalán ilyen szolgáltatásom? Van-e ennél a banknál mondjuk bankszámlám? Hogyha egy pénzintézettel kapcsolatos, tehát pénzügyekkel kapcsolatos csalási forma érkezik, ott is benne van a sürgetés. Na most és általában úgy jön, mintha mondjuk teszem azt a bankunktól, vagy a kártyatársaságunktól érkezni, hogy most azonnal tedd ezt vagy azt. Nem szoktak sürgetni a bankok vagy a kártyatársaságok, hogyha ne adj Isten egy bank vagy egy kártyatársaságnak a csalás elleni rendszere valamilyen nagyon trükkös vagy szokatlan tranzakciót érzékel, akkor felfüggeszti azt a tranzakciót vagy a számlát. De csak ha az a szabály az még érvényes, hogy személyes adatot, PIN-kódot, kártyát a bankok nem kérnek? Nem kérnek. Tehát erre még mindig számíthatunk, hogyha ilyet látunk, akkor az nem a bank, hanem az valami más. Ez abszolút érvényes, még most is. A bankok általában kérnek adatokat, olyan adatokat, amelyek a beazonosításunkhoz szükségesek. De
olyat nem szoktak, hogy most azonnal kattints erre a linkre, és itt add meg az adataidat. Tehát, ha valaki sürget, akkor be kell neki inteni. Ha valaki sürget, főleg egy pénzügyi szolgáltató nem szokott sürgetni. Hát általában azért a pénzügyek azok megpontolt döntést igényelnek, plusz egyébként, hogyha az adott pénzügyi szolgáltató észrevette, hogy valami nem stimmel, akkor ő már megtette azt a lépést, mondjuk felfüggesztette azt a számlát vagy tranzakciót, onnantól kezdve fölösleges sürgetnie, tehát hogyha az ember jól átgondolja, akkor miért kellene sietni? Hát szépen el tudom intézni azt, hogy mondjuk feloldják azt az adott számlát vagy tranzakciót. De van valami átlagos idő arra, hogy egy szolgáltató, ha felkészült, mennyi idő alatt szokta észrevenni, hogyha az ő nevével visszaélve próbálnak megcsalni? De napok, vagy órák, vagy percek kérdése? Hát ezt nem a szolgáltató veszi észre a legtöbb esetben, hanem az ügyfél. Hát ezért fontos az egyébként, hogy az ügyfél legyen egy kicsit felvértezve azzal, hogy ne dőljön be az ilyen csalásoknak. Az URL-t nézni, a webcímet nézni, tudom, ezt nem szokták nézni, de ezt érdemes nézni. Ha sürgető üzenetet kapunk, érdemes azt figyelmen kívül hagyni. De nagyon, nagyon trükkös technikákkal próbálkoznak már, és egyébként nem csak e-mailben küldött üzenetekkel próbálnak a csalók operálni, hanem SMS-ben küldött üzenetekkel is. És utóbbi hónapokban ennek nagy divatja nagyon van. Nagyon nagy divatja van. Ez egy új keletű dolog. Ezt egyébként az adathalászatot phishingnek hívják. Ezt smish, van egy külön elnevezés is erre, ez a smishing, mert hogy az SMS-ben érkezett adathalászat. És hát az SMS-ben érkező adathalászat is tipikusan egyébként közműszolgáltatók, vagy bankok nevében, vagy streaming szolgáltatók nevében, vagy csomagküldőszolgáltatók, tehát a csomagküldőszolgáltatóknál is nevében elkövetett csalások is, de ezt nem feltétlenül érzékeli egyébként a maga a szolgáltató, hiszen hát semmi köze. Ő teljesen kikerülve történik. Teljesen kikerülve. Mit csináljunk, hogyha ne adj Isten, egyszer már rányomtunk egy ilyen linkre. Kezdjük el pánikszerűen megváltoztatni az összes adatunkat, értesítsük a szolgáltatóinkat, a bankot. Óriási meló, senki nem fogja megcsinálni. Hát ha rányomtunk egy ilyen linkre, és érzékeltük azt egyébként, hogy itt adathalászat történik, de nem mindegy, hogy rákattintottunk a linkre, és megadtuk-e a személyes adatainkat, vagy a bankszámla adatainkat. Ha már azt is megadtuk, egyébként még akkor is a legelső és legfontosabb, amit tenni kell, mondjuk, hogyha egy bankszámla adatokat adtunk meg, és rájöttünk, hát mi érdemes rájönni, akkor a bankunkat értesítsük először. Tehát azonnal utána, egy forró vonalon, hogy ez történt, zárolja a számlánkat? Ne engedjen hozzányúlni? Igen. Egyébként vannak, tehát most, hogyha online banki szolgáltatásokat használunk, akkor akár azt is lehet, hogy a kártyalimitünket, vagy a különféle limiteinket lehúzzuk. Tehát mondjuk, puff nullára levenni mindent. Puff nullára levesszük mindent, és akkor utána majd visszaállítjuk. De a bankunkat mindenképpen, hogyha annak a gyanúja felmerül, még hogyha a gyanúja is felmerül, akkor érdemes a bankunkat értesíteni. Vannak azonban egyébként olyan csalási formák is, nagyon-nagyon trükkös csalási formák is vannak mostanában. Az egyik az, amikor még csak nem is e-mailben, vagy nem is SMS-ben érkezik ez a csalás, hanem felhívnak a banki ügyintézőnek kiadva magukat. Ráadásul még az is előfordul, hogyha ez egy nagyon kifinomult csalási technika, hogy a hívószám olyan, mint hogyha, mert mondjuk a telefonunkban benne van a bankunknak a hívószáma, olyan a hívószám, mint hogyha a bankunktól érkezne a hívás. Ezt mondjuk nem feltétlenül sokan tudják. Azért a hívószám, amikor kijelzi, hogy honnan érkezett a hívás, az hamisítható. Nem is olyan bonyolult ezt hamisítani. Tehát sem lehet bízni, hogy a telefonon fogja jelezni, hogy valószínűleg csaló hívás? Nem. Nem fogja jelezni, hiszen ugyanaz a telefonszám, mint amit egyébként felhívnánk, hogyha a bankunkat akarjuk hívni. Minden esetre, hogyha gyanút fogunk, vagy hogyha egy ilyen hívás érkezik, akkor a legjobb az, hogy azt mondjuk, hogy jó, köszönöm szépen, akkor én visszahívnám a banki ügyintézőt, mert fordítva nem működik azért ez a hívószámmal történő csalás, amikor felhívjuk azt a számot, akkor az valóban a bankunknál fog csörögni, csak amikor minket hívnak, ez olyan egy kicsit, mint amikor megcímezzük a borítékot, és bármit ráírhatunk. Ezeket a telefonszám megváltoztatásokat, ezeket el lehet kapni? Tehát el lehet menni a vonal végére, hogy ki az,
aki egy fizikai helyen ezt csinálja, és reggel bekopogtatni hozzá, hajnalban? Hát ez a rendvédelmi szerveknek, alapvetően a rendvédelmi szerveknek a feladata. De létezik? Tehát meg lehet csinálni? Van olyan, hogy elkapják az illetőt. De nem az illető nem feltétlenül Magyarországon van. Sőt, nem feltétlenül ezen a földrészen, tehát a világ másik felén is lehet. És manapság már az sem akadály tulajdonképpen, hogy ugye a Magyarországon elkövetett csalásokat általában magyar nyelven szokták elkövetni. De hát ez is egyébként egy olyan dolog, hogy a manapság már nagyon jó fordító algoritmusok vannak, mesterséges intelligencia dolgozik mögöttük adott esetben. Igazából a világ bármely pontjáról elkövethetik. Na most, hogyha nem magyarországi az elkövető, akkor azért nagyon nehéz visszavezetni az elkövetőhöz és adott esetben elkapni az elkövetőt, úgyhogy a legfontosabb egyébként az, hogy maguk, akiket megcéloznak, azok legyenek egy kicsit felvértezve azzal, hogy ne higgyenek el mindent. Mindig kétkedve fogadjunk egy ilyen hívást, üzenetet, SMS-t, és egy kicsit gondolkodjunk el, hogy van-e ennek az egésznek relevanciája. Tehát az adathalászat, az SMS-ben történő csalás, mi még, amit gyakori kockázatként kell most elszenvedni? Hát ezek egyébként leginkább olyan technikák, amelyeket a csalók használnak. Egyébként egy kicsit az okaira, hogy miért ennyire elterjedtek ezek. Ugye egyre nagyobb mértékben használunk digitális szolgáltatásokat minden tekintetben. Tehát, hogy szinte mindenhol digitális szolgáltatásokat használunk, a pénzügyeinktől kezdve a különféle közszolgáltató számára, mindenhol. Nagyon erős a digitalizáció. Hol van a legtöbb pénz egyébként? A pénzügyi szolgáltatásoknál. És hát a kiberbűnözők azok általában pénzre utaznak, és hát a kiberbűnözők egyébként hogyan kaphatnak pénzt, úgyhogy mondjuk hozzáférnek a bankszámlánkhoz. A bankrendszereit nagyon nehéz kívülről feltörni. Kellünk hozzá mi. És ezért inkább az ügyfeleket szólítják meg. Tehát, hogy ez a legfontosabb, hogy azért ennyire emelkedő tendenciát mutat az adathalászat, mert egyre jobban védettek a bankok rendszere, és egyébként a pénzügyi szektor az tipikusan egy olyan szektor, ami egészen jól szabályozott szektor. Ezt mi az NKI részéről is látjuk, hogy a többi szektorhoz képest a védelmi intézkedések, mind az adminisztratív, mind a technikai védelmi intézkedések, azok egészen magas szinten állnak. Ezért mi a leggyengébb láncem, ilyenkor az ember a leggyengébb láncem, és akkor az embereket kell egy kicsit felvértezni azzal, hogy ellenállóbbak legyenek. Akkor az embereknek igazából le kell lassulniuk, hogy ne mindent ugyanabban a tempóban csináljanak, mint amit egyébként az eszközzel a kezükben szoktak. Itt mindenre azonnal kattintunk. Igen, egy kicsit azt gondolom, hogy az kell hozzá, hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak a kattintással, vagy nem csak a kattintással, hanem azzal, hogyha kapunk valamilyen üzenetet. Tehát, nem kell mindig mindent feltétlenül, és nem kell mindig mindent elhinni. Tehát, hogy legyünk kritikusak azzal kapcsolatban, amit kapunk. Azt sem kell elhinni, hogy honnan kaptuk feltétlenül. Kicsit át kell gondolni, hogy az egésznek van-e ránk nézve relevanciája, és hogy mi az, amit egyébként a túloldal akar tőlünk. Mert egyébként, tehát hogyha egy utcán oda jön hozzánk valaki, és azt mondja, hogy kérem szépen a pénzedet, nem fogjuk odaadni a pénzünket. De... Csak akkor, hogyha mondjuk közeli rokon, és tudjuk, hogy mire kell. Hát kell egy picit elmagyarázni, hogy mi történik. Hát igen. De jó, de a közeli rokont azt felismerjük. Itt meg azért nagyon nehéz felismerni azt, hogy ki az, aki felvette velünk a kapcsolatot. Intézményes védelem saját magunk ellen van-e? Tehát én adom meg az adatot, mert benéztem, mert siettem. Bármilyen intézményes védelmet lehet-e telepíteni közém, az eszközöm, meg a csaló közé? Ezt a kérdést nem értem. Ha nekem küldenek egy SMS-t, és én azt megeszem, akkor önként fogom átadni az adatomat. A csalónak. A bank remekül védve van. A szolgáltató valószínűleg jól védve van, az állam. Én nem vagyok megvédve saját magamtól. Mert én adom meg. E közé be lehet-e építeni valamit? Vagy nem? Csak a tudatosítás, én azt gondolom. Tehát, hogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Egyébként már nem csak ilyen tekintetben történik védekezés az ilyen jellegű csalásokkal szemben. Tehát, hogyha az NKI-ról beszélünk, akkor az NKI például keresi
gépi módszerekkel, technológiai módszerekkel és humán módszerekkel is próbálja felkutatni azokat a szolgáltatókat, különféle pénzintézeteket, megszemélyesítő oldalakat, amelyeket kimondottan ilyen csalásokra hoztak létre. De az egész világon vannak. Igen, de itt Magyarországon elsősorban a leginkább a legnépszerűbb külföldi szolgáltatóknak a megszemélyesített weboldali, vagy a magyarországi, tehát a magyarországi bankok, pénzintézetek és közműszolgáltatók, azért ezekből egy viszonylag korlátozott szám áll rendelkezésre, és hogy ezeknek az ezeket megszemélyesítő oldalakat próbálja ezen kell felderíteni, és egyébként amint felderítette, próbál intézkedni az adott szolgáltatónál, hogy ezeket az oldalakat tiltsák. És tehát, a szolgáltató, ha egyszer tiltja, akkor nem három másodperc után a másikat csinálni? Sajnos ez egy sziszifuszi munka, de attól még hasznos, tehát hogy attól még nagyon sok ilyen csalást el lehet kerülni. Azért nagyon, tehát hogy a magyarországi pénzügyi rendszer, a magyarországi bankrendszer azért egészen biztonságos. Ennek ellenére ezt a Magyar Bankszövetségtől, meg a Jegybanktól hallottam, hogy minden nap egy magyar család áldozatul esik az ilyen jellegű csalásoknak. És hát ez összességében nem egy olyan nagy szám, de annak, aki ennek az áldozatául esett, hát ott akár a teljes megtakarítását is elvihetik, vagy akár még hitelt is felvehetnek a nevében, vagy ilyesmit. Volt adathalászat? A bánavadászat az mi? Ugyanez nagy méretben? Az adathalászatnak van többféle formája, az egyik leggyakoribb a tömeges adathalászat, amikor nagy tömegeknek küldik ki ugyanazon elv mentén megszerkesztett adathalász e-mailt adott esetben, vagy SMS-t, vagy ilyesmi. Ez a tömegeknek elküldött tömeges adathalászat az elsősorban olyan szolgáltatóknál jó, amelyeknek nagyon nagy az ügyfélköre. Ehhez kell egyébként az, hogy az ügyfélkör valahogy kikerüljön onnan, az valamilyen korábbi kiberbiztonsági művelet, vagy kibertámadás során megszerezték a támadók egyébként. Adják, veszik a fekete piacon ezeket az adatokat. De a tömeges mellett vannak néhány speciális formái is ennek az adathalászatnak. A bánavadászat és annak a fordítottja az, amikor az egy olyan célzott adathalászati forma, amikor az adathalászatot megelőzi egyfajta profilozást. Tehát felderítik, hogy mondjuk az adott cégnél ennek milyen sajátosságai vannak, hogy néz ki a szervezetrendszere, ki az igazgatója, hogy néznek ki a tipikus vállalati e-mailek, milyen az aláírása. És ilyenkor megcélozzák vagy a szervezet vezetőjét egy célzott adathalász támadása, vagy pedig az alkalmazottakat a vezetők nevében. És ez is egyfajta ilyen pszichológiai manipuláció, tehát hogy ilyenkor nem a szolgáltatómtól, vagy valami esetleg tök ismeretlentől kaptam egy e-mailt, hogy már pedig ide menjek fel erre a weboldalra, és itt adjam meg ezeket az adatokat, hanem mondjuk a főnökömtől kaptam, vagy a vezérigazgatótól kaptam egy ilyen e-mailt. Hát akkor erre az alkalmazottak nagy része sokkal inkább azt fogja mondani, hogy hú, hát ez a főnökömtől érkezett, hát akkor ez biztosan egy tök valid dolog, és akkor ezt erre rá kell kattintanom, és már pedig itt valami, tényleg valami komoly probléma van, vagy megkért valamire, és akkor ezt teljesítenem kell. Mert például arra kér a főnököm egy hamis levélben, hogy ennek meg ennek az ügyfélnek utaljak át ennyi meg ennyi például pénzt. Ez a történelemben néhányszor már megtörtént, egész komoly összegekkel. A mesterséges intelligencia. Az Europol figyelmeztetést adott ki, nem olyan nagyon régen, hogy nem csak jó fiúk fogják használni a mesterséges intelligencia képességeit, hanem rossz fiúk is. Például arra, hogy az eddigi tevékenységüket tökéletesítsék. Van-e valami védelem ez ellen? Mert az kevésnek látszik, hogy üljünk egy kicsit hátrébb és gondolkozzunk. Hát a mesterséges intelligencia egyébként manapság ez egy olyan témakör, ami nagyon népszerű, és egyébként nem véletlenül népszerű, mert hát egy olyan korban élünk, amiről sokan azt mondják, hogy a negyedik ipari forradalom korát éljük, amikor a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körben elterjedt, és
És hát ez nagyon sokféle, tehát a maga a mesterséges intelligencia, ez egy nagyon, nagyon tág fogalom. Épp az Inforádiónak egy korábbi adásában hallottam ennek egy egészen jó értelmezését, illetve a mesterséges intelligencia felhasználását. Kiberbiztonsági szempontból, és például a ChatGPT, hát ez a manapság, ami ilyen nagyon, nagyon népszerű. Egész egyszerűen azért, mert a konkrét nyelvi modell, olyan nyelvi modellezése van, ami alapján beszélgetni lehet vele hasonlóképpen, mint egy humanoiddal. Nyelvünkön is képes. Nagy még nyelveken. Ezért, hát több mint 50 nyelven beszél, én úgy tudom. És hát ez olyan szinten népszerű egyébként, valahol azt olvastam, hogy annak idején, amikor a különféle közösségi platformok elindították a működésüket, ilyen Facebook, Twitter és a többiek, tehát ezeknek a népszerűség emelkedését ezt megugrotta, tehát sokkal nagyobb mértékben kezdték el felhasználók használni ezt a ChatGPT-t, de hát nem csak ebből áll a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia, én inkább úgy tekintek, mint egy anélkül, hogy belemennék abba, hogy ez hogy is működik a képi tanulás, meg a képfeldolgozás, meg az ehhez hasonló dolgok, amik a mesterséges intelligencia tágabban vett definíciójába tartoznak. Ez egy eszköz, ez egy olyan eszköz, ami hatékonyabbá tesz bizonyos folyamatokat, bizonyos munkafolyamatokat adott esetben. Nagyon sok helyen használják egyébként az önvezető autóktól kezdve egészen a chatbotokon át, nagyon, nagyon sok helyen tudják használni. A kollégáim például megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy a mesterséges intelligencia használható-e kiberbiztonsági szempontból pozitív, jó dologra. Mármint, hogy ChatGPT maga nem úgy általában véve a mesterséges intelligencia, és azt választotta egyébként, hogy nem. Azért szerintem egyébként valamennyire igen, de hogy mire használhatják adott esetben rossz dolgokra, és ha már beszéltünk az adathalászatról, egy tipikus felhasználási területe a ChatGPT-nek az, hogy mondjuk adathalász e-maileknek a megalkotása, tömeges megalkotására, különféle nyelveken használ. Egy másodperc alatt. Pillanatok alatt több ezer féle verziót tud akár ebből gyártani. Teszem hozzá egyébként, hogy a ChatGPT-nek ugye most már talán a negyedik verziója van, fogalmam sincs, vagy a harmadik, vagy a negyedik. Négyes. És négyes amiről verzió. Nyilvánosan tudunk, hogy igen. Valójában mennyi van, azt és, nem tudjuk. És hát azért ebben én azt gondolom, hogy érdemes, és bele is építenek már bizonyos típusú kontrollokat. Tehát egy korábbi verziónak az ember azt mondta, hogy készíts egy adathalász e-mailt, akkor nem készítette, vagy tehát a korábbi verzió elkészítette az adathalász e-mailt, leírták, hogy milyen paraméterek alapján. Most már, hogyha azt mondja neki az ember, hogy készíts egy adathalász e-mailt, akkor nem fogja megtenni. Jó, de hogyha megkerüljük az adathalász kifejezés negatív voltát, és másképp igen, magyarázzuk el neki. Igen, azt mondom neki, hogy írj egy olyan e-mailt, amiben sürgetem az adott felhasználót, hogy nyisson meg egy nagyon fontos dokumentumot a levélben, ami éppen az adott illetőtől jön, hát akkor ezt meg fogja írni. És jót is akarok annak az adott felhasználónak, igen. Ha nem látja át, de lehet, hogy az ötödik át fogja látni. Igen. A védekezés ez ellen, hogyha mondjuk az adathalászatot nézem, akkor igazából tulajdonképpen ugyanaz, mint hogyha egy ember által megírt adathalászatról lenne szó. Nem csak erre lehet egyébként negatív értelemben, kiberbiztonsági szempontból negatív értelemben használni az ilyen jellegű mesterséges intelligenciákat, vagy mesterséges intelligencia alapon működő rendszereket, hanem például káros kódoknak a megszerkesztésére is. Az sem lesz tökéletes egyébként, egy káros kód megírása, de például egy kezdő programozó szintjét manapság már megüti a mesterséges intelligencia, és hát ezzel bizonyos munkafolyamatokat a kiberbűnözők értelemben munkafolyamatokat kihagytunk a dologba, sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban lehet használni, vagy akár olyan platformokat szerkeszteni, ahol ilyen jellegű káros tevékenységeket lehet folytatni. Hogy hogyan lehet ellene védekezni? Megint csak azt mondom, hogy meglegyenek a megfelelő biztonsági kontrollok mindenhol, és akkor igazából teljesen mindegy, hogy mesterséges intelligencia írta-e azt a káros kódot, vagy nem. Legyen például megfelelő végpontvédelmi rendszerünk, és manapság már a végpontvédelmi, határvédelmi rendszerekben is
használnak a gyártók mesterséges intelligenciát. És az egyik majd kiszűri a másik teljesítményét, és az lesz az erősebb, amelyik éppen a nagyobb verzió számú. Egyébként igen. Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor a mesterséges intelligenciának a negatív előjelű használata az például, azt mostanában olvastam, hogy konkrétan különféle tudományos disszertációkat is próbálnak már mesterséges intelligenciával megíratni. Van olyan egyetem, amelyik tiltja, de olyan egyetem is, olyan oktató is, amely kifejezetten megköveteli. De nem feltétlenül lehet felismerni ezt. Viszont vannak olyan mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások, amelyek megpróbálják megmondani, hogy milyen valószínűséggel mesterséges intelligencia készítette az adott anyagot. Ennél egyszerű problémáink is vannak. Például, amikor elmegyünk egy szállásadóhoz, vagy interneten, kamerán keresztül igazoljuk magunkat, akkor biztosak lehetünk-e abba, hogy az általunk távolra átadott adatainkat nem fogják rosszra használni. Mondjuk nem nyitnak valahol Csongrád vagy Borsod megyében 10 számlát a nevünkben, nem vásárolnak feltöltőkártyákat, nem vesznek hitelre mosógépet, meg fűnyírót. Ez egy nehéz kérdés, főleg a manapság már egyébként nagyon sok mindent online lehet ügyintézni a különféle szolgáltatóknál, ahol eléggé kihívásos az, hogy megfelelőképpen lehessen ellenőrizni az illetőnek a személyazonosságát, és vissza is élnek vele. Én nem tudom, megmondom szintén, én ezzel nem tudok erre kellően megnyugtató választ adni. Azt tudom, hogy egyébként a szolgáltatók foglalkoznak ezzel a problémával, hogy minél inkább, minél alaposabban megbizonyosodhassanak arról, hogy az illető személyazonossága tényleg az, ami, és nem pedig egy, hogyha online azonosítás van, akkor nem egy hamisított személyigazolvány, meg egy hamisított lakcímkártyával próbál oda bejelentkezni. De olyan katasztert senki nem vezet az országba, hogy meg tudja mondani, hogy nini, hát ez az ember már a 10. fűnyírót vásárolja hitelre, csak meg kéne nézni, hogy mit csinál. Mert ugye nyilván nem ugyanabban a boltban fogom vásárolni, hanem mert tehát okos, meg furfangos vagyok 10 különböző helyen. Tehát ezt senki nem látja. Hát, hogy egy személyes adat ilyen aktív. Szerintem egyébként a pénzügyi szolgáltatóknál ott egyébként figyelnek erre. Tehát ott tipikusan vannak olyan tranzakciófigyelő rendszerek, amelyek adott esetben kiszűrhetik ezt. De hát itt nem csak pénzügyi szolgáltatókról van szó, hanem mondjuk szimpla boltokról adott esetben, ahol ilyeneket is tudnak venni. Ez egy valós probléma, amivel foglalkoznak ezek a szolgáltatók. Én megmondom őszintén, én nem tudom, hogy hol tart ennek a folyamata, hogy hogyan lehet ezzel hatékonyan foglalkozni, de vannak, tehát ilyen jellegű bejelentések érkeznek, hozzánk is érkeznek, mert igazából mi az állampolgári bejelentéseket törvényi alapon nem igazán kezelhetjük. Mi tanácsot adhatunk neki, hogy forduljon adott esetben a rendőrséghez, vagy forduljon az adott szolgáltatójához. Kritikus infrastruktúrák támadása az Magyarországon gyakori? A legutóbbi ilyen hírek szerencsére nem tőlünk jöttek, hanem az Egyesült Államokból, ahol olaj továbbító hálózatot bénítottak meg. Előfordul a kritikus infrastruktúráknak a támadása, de valóban nem túl gyakori. Azért a kritikus infrastruktúráknak a támadása az egy eléggé komplex dolog. És ezeknek a támadása leginkább a kiberhadviselésnek a része. Mert hogy nagy erőforrás kell hozzá? Nem azért, hanem azért, mert ezzel olyan károkat lehet okozni adott esetben, de egyébként kritikus, tehát attól függ, hogy milyen kritikus infrastruktúráról beszélünk. Hogyha nem arról van szó, hogy egyébként le akarunk állítani egy kritikus infrastruktúrát, akkor mondjuk és kritikus infrastruktúra lehet egy kórház is adott esetben, vagy akár egy bizonyos nagyobb pénzintézet is lehet kritikus infrastruktúra. Természetesen mondjuk kiberbűnözők is támadják azért ezeket az infrastruktúrákat. Miért? A pénz miatt. Ezért. Tehát a ransomware például egy olyan tipikus támadás, a zsaroló vírusos támadás, amely kimondottan a pénzre utazik. De és egy másik állam nem azért támad, hanem igen, hogy káoszt csináljon. De hogy tök mindegy, hogy egyébként, hogy kritikus infrastruktúrát támadunk, vagy épp a KKV szektorban egy kis céget támadunk meg, ott annál teljesen mindegy. Tehát, hogy kibertámadásoknak a célpontja, az áldozata lehet akárki, akármi, akármilyen szervezet. Hogyha
kritikus infrastruktúra támadás sokról beszélünk, akkor ezt leginkább mondjuk a hibrid hadviselés meg a kiberhadviselés kontextusában szokták emlegetni. Én nem vagyok ennek egy kimondott szakértője, és nem is szeretnék blödségeket mondani, remélem nem kapom meg majd a Magyar Honvédség meg a Közszolgálati Egyetem ezzel foglalkozó szakértőit, hogy blödségeket beszélek. De minden esetre, hogyha el akarunk lehetetleníteni egy adott kritikus infrastruktúrát, akkor elég jól fel kell térképeznünk, mindegyik más valamennyire. Tehát, hogy nem ugyanaz egy olajvezeték, vagy egy elektromos áramszolgáltató, ezek nem teljesen ugyanúgy működnek, hasonló ipari vezérlő rendszerekkel működnek. Ami a kritikus infrastruktúrák támadásánál mondjuk adott esetben egy jó fogódzó pont, és ami miatt ezek viszonylag nagy veszélyben vannak, az, hogy ezekben olyan ipari vezérlő rendszerek működnek, amelyek eredetileg elszigetelten működtek, és hát a kiberbiztonság, mint olyan, vagy az információbiztonság, az nem annyira volt értelmezhető a megalkotásuknál, és nem most alkották meg, hanem adott esetben évtizedekkel ezelőtt alkották meg azt, hogy hogyan legyen az az adott szelep vezérelve, vagy az az adott olyan eszköz vezérelve, amit annak a megalkotásánál nem vett, és sokáig használják az ilyen jellegű rendszereket. Ezzel együtt egyébként, hogy hatékonyan lehessen kritikus infrastruktúrát támadni, ahhoz nagyon sok információ, szerző, művelet szükséges, meg kell alkotni azokat a káros kódokat, amelyekkel utána be lehet jutni ezekbe a rendszerekbe, és távolról lehet vezérelni. Le kell tesztelni ezt a működést, mindezt úgy, hogy ne vegyék észre ezt az egészet, és aztán végül, amikor a konkrét támadás megtörténik, hogy mondjuk le akarjuk kapcsolni az ilyen jellegű kritikus infrastruktúrát, akkor is ezt úgy kell tenni, hogy menet közben ne derüljön ki, hogy a támadó mit csinál. És ezeket egyébként tipikusan a kiberhadviselésben szokták használni, amikor állam-állam közötti konfliktusban próbálnak kritikus infrastruktúrákat ellehetetleníteni. Az kockázata, hogy az általunk használt eszközök, ami előttem van, ázsiai gyártmányú, a rajta futó szoftver egy része, amerikai gyártmányú egyiket se. Na, a forráskód nem nálunk van, magyarán. Más is látja, ha akarja. Nyilván látja. Hát az, hogy a forráskód nem nálunk van, igazából nem ez a kockázat, hanem az, hogy az adatainkat ki és hogyan kezeli. Azt sem mi kezeljük. Közösségi oldalakon nem mi kezeljük. Nem mi kezeljük az adatainkat, viszont engedélyt adunk az adatkezelésre. Ha nem adunk engedélyt, nem tudunk facebookozni. Ez így van. Ettől még önként beleegyezünk az adatainknak a kezelésébe, és egyébként nem feltétlenül kell mindenre engedélyt adni, attól függ egyébként, hogy hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Az, hogy egyébként az adott közösségi média szolgáltató adott esetben, ez nem egy, tehát hogyha nagyon tágan akarom értelmezni, akkor ez nem egy kiberbiztonsági kérdés. Tehát kiberbiztonsági akkor lenne, hogyha az adott mondjuk közösségi média szolgáltató rendszerei sérülékenyek lennének. És a sérülékenységük oda vezetne, hogy emiatt a külsőleg ártó szándékú támadók el tudják lopni az adatainkat. Itt általában nem ez a helyzet, tehát amikor az adataink kezeléséről, meg az adataink felhasználásáról van szó, és ez megint csak nem egy új keletű dolog, tehát itt akkor beszélhetünk adott esetben a webes kukikról is, amely technológia, a webes kukik azok sütik, ezek kényelmesebbé teszik az életünket, az van odaírva. Süti elnevezés honnan jön egyébként? De nem. Az a szerencse sütiből. Mert hogy abban, ja, igen, abban van egy kis papír közé. Igen, egy kis papír, és egy üzenet van benne, és hát ezek is ilyen apró kis programkódok, amelyek információkat helyeznek el a számítógépünkön, vagy a mobileszközünkön adott esetben. Ez már több mint 20 éve létező technológia, és már akkor is ezeket az adatokat önként átadtuk az adott webes szolgáltatónak. Nem mindegy egyébként, hogy milyen adatokat adunk át, és ilyen szempontból például az Európában, meg Európai Unióban viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert itt van egy GDPR szabályozás, és ebben nem megyek bele a részleteibe, de a GDPR szabályozás tulajdonképpen arról szól, hogy a személyes adatainkat, és mi a személyes adat, bármi lehet személyes adat, a felhasználó nevünk, a nevünk, a születési dátumunk, de ezen túl még vannak ilyen különlegesen érzékeny személyes adataink is, mint például a
tudom, az ideológiai, vallási hovatartozásunk, vagy az egészségügyi állapotunk, és ezeket alapvetően az Európai Unió úgy szabályozza, hogy ne lehessen bárhol, bármikor, bármire felhasználni. Hát kivéve, ha magunk adjuk meg. Igen, mondjuk egy fényképpel. Igen, de például, és akkor egy kicsit a webes kukikra visszatérve, a webes kukiknál, és pont a GDPR szabályozás miatt azért a világ más országaiban, amelyek nem Európán kívüli országok, ott azért nem dobja fel nekünk azt a lehetőséget, hogy kikapcsolhassuk, hogy megadjuk, tehát engedélyezzük-e ezeknek a kukiknak a használatát. Itt általában azért vannak olyan jellegű kukik egyébként, amelyek az adott szolgáltatásnak a működését befolyásolják. Tehát vannak ilyen essential cookie-k, tehát olyan sütik, amelyek szükségesek. De azok, ki is írják, igen, de azokkal nem feltétlenül van baj. Mm. Tehát a legnagyobb baj, és hát vannak olyanok is, amelyek mit tudom én, mondjuk az arra valók, hogy a jelszavat ne kelljen még egyszer beütnöm. Vagy a webes szolgáltatónál például ők azért helyeznek el ilyen sütiket a webes szolgáltatásra a weboldalukra, hogy megjegyezzék, és ez a kényelmünket szolgálja, hogy például megjegyezzék azt, hogy a felhasználó milyen nyelven szeretné meglátogatni ezt az oldalt, és ne kelljen mindig átállítgatni. A jelszó megjegyző programokat, alkalmazásokat javasolja, vagy nem javasolja? Én magam részéről irtózom nem. Tőlük. Semmiképpen. Mondjuk azt, hogy nem. Nem. Ne jegyezzük meg ezeket a jelszavakat. Mi magunk jegyezzük meg, és változtassuk rendszeresen. Mint ahogy egy jó rendszergazda előírja, hogy 3 havonta a jelszavadat változtass meg valamennyire. Igen, érdemes megváltoztatni, de semmiképp ne tároljuk le ezeket a jelszavakat, ne hagyjuk a böngészőnek se, hogy letárolja. Ha minden áron, mert érdemes minden sok helyen, vagy a helyek döntő többségében más jelszót használni, különböző jelszavakat használni, akkor használunk jelszószéfet például. Saját titkosított jelszószéfet, és akkor ahhoz tényleg csak mi férünk hozzá, ott van az eszközünkön, le van titkosítva, és ahhoz tényleg más nem fér hozzá. Kényelmetlenebb egyel, mint hogyha megegyeztetnénk az adott szolgáltatással, de sokkal biztonságosabb. És egyébként még visszatérve erre az adatainkra, hogyha hozzájárulunk ahhoz egyébként, hogy az adatainkat harmadik fél is használhassa, akkor már nem tudjuk, hogy azokat az adatokat mire használják. Ki a harmadik fél? Ki a harmadik fél? Egy hirdető például. Tehát a hirdetőnek az a célja, hogy leprofilozzon minket, és mondjuk felhasználja azt az információt, hogy mi nekünk, mondjuk teszem azt, milyen vásárlási szokásaink vannak. Ez egy újabb beszélgetés témája. Igen. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szabó Lajos Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.